A papírforma a két Tolna megyei női NB1-es futzálklub idei első összecsapásán az erősebb játékos állományú Tolnamös csapatának könnyű győzelmét ígérte. De mégis majdnem borult a papírforma a mérkőzés utolsó percében a megyei rangadón. Köszönhetően a szekszárdi Pini csapatnak, akik 3 gólos hátrányból is újítani tudtak, 5-2-ről 5-4-re jöttek fel Vámosi Georgináik, és a játékban bizony benne volt egy újabb szekszárdi gól, noha a Tolnamös sem játszott, számukra kritikus periódusban sem alárendelt szerepet. Végül is emlékezetes a vártnál szorosabb meccs lett a szomszédvári derbi. Bizony nagy kő esett le a hazai kék-feketék szívéről, amikor megszólalt a meccs végét jelző dudaszó a tolnai sportcsarnokban. Mindenki az első fél évet még az építkezésre és a játék struktúrának a kialakításra fogja felhasználni, majd igazán az első négybe kell lenni, és akkor ott egy új bajnokság fog kezdődni. A hazaiak közül az egyik, hanem a legjobb teljesítményt a fiatal saját nevelésű tehetség Vámosi Georgina nyújtotta. Két nagyszerű gólja mellett mozgató rugója volt a tolnamezsiek támadó játékának. Igazából ezt a meccset magunknak tettünk nehézzé, szerintem ez egy könnyebbnek ígérkező meccs lehetett volna, hogyha a második fél időre is úgy jövünk ki, ahogy az elsőt abba hagytunk. Sajnos nem úgy sikerült, de szerencsére megvan a 3 pont, és ennek örülünk. A nagy csapatoknak tulajdonképpen hát a skalpját megszerezheti ez a Tolna, amely a dobogóra vágyik minimum az első négyben. Én úgy gondolom, minden csapat ellen esélyesek vagyunk, ha tudjuk a saját játékunkat játszani és a helyzeteinket berúgjuk, akkor minden csapat ellen lehet esélyünk. A védekezés egy kicsit nem volt a visszavédekezés olyan, ami ennek lenni kell, egy Kiskunfél egyház ellen. Igen, nyilván voltak hibák, ezeket a következő edzésen megpróbáljuk kijavítani, és innen építkezünk tovább. Vámosi Georgina úgy futzálozik, hogy már a nagy pályára is fókuszál. A két dolog most még abszolút megfér egymás mellett. Egyelőre a futszál mindenképpen, és Pakson mellette az U19-ben játszom, és ez egyelőre pont elég nekem. A tolnamezsi csapatban ezen a mérkőzésen is szerepet kapott a másik ígéretes, ifikorú, saját nevelésű játékos Wiesner Dalma is. Az együttes gerincét, mint ahogy a tavalyi bajnokságban is, a Deszki Vanda Horváth Hanna Szalai Kitti Bajcsi Krisztina Quintet alkotja. Most végre a stabilitás és az állandóság jellemzi az elmúlt években gyakran, már a bajnokság közben is elfogyó tolnamezsi futzálcsapatot.